Think for yourself. Question authority. Think for yourself. Question authority. D feladat, ugye ismételten határozott integrált kell számolnunk, első lépésben keresünk egy primitív függvényt. Ami van, dp, hát ilyen gyökös kifejezés van, persze első lépésként átírom, hogy p négyzet plusz 1 az 1 kettediken alapban, és akkor jól láthatom, hogy a szorzást látunk itt. Az első szorzó tényező persze, hogy egyszerű, nézzük a másodikat. Ugye itt zárójel segít, persze egy összetett függvény van, belül p négyzet plusz 1 van, p négyzet plusz 1-nek a deriváltja 2p, van benne p, tehát akkor ez ugye azt jelenti, hogy ezt b betűvel bonyolultnak mondtuk ezt a függvényt, de azt is tudjuk, hogy ebben az esetben ugye helyettesítésre adjuk meg a feladatot, mert hogyha ugye itt a p négyzet plusz 1 helyett, azaz a bonyolult függvény, belső függvény helyett írunk egy új betűt, akkor nekünk ennek a belső függvénynek ugye a deriváltja az számszorosa lesz itt a, ugye ennek a egyszerű szorzó tényezőnek. És így is lesz. Ugye, ha új egyenlő p négyzet plusz 1-jel, akkor du per dp az egyenlő 2p-vel, tehát du egyenlő 2p dp, azaz jól láthatóan ugye kétszerese a p-nek, tehát akkor 1 2 du egyenlő p dp-ként írhatjuk ezt tovább. Jó, és akkor meg is cserélem a sorrendet, p négyzet plusz 1 az 1 kettediken, ugye ez van megszor az pdp-vel, mert akkor helyettesítés után, ugye itt van, e helyett írunk u betűt, e helyett írunk 1 kettet du-t, tehát azt kapjuk, hogy helyettesítés után, ugye u az 1 kettediken, és akkor itt szorozva 1-2 du-val, de hát az 1-2-et kihozom itt előre, és akkor du-ként írom fel. U az 1-2-en, jól tudjuk, hogy ez egy elemi függvény, primitív függvényét is tudjuk, hogy egyet növelni kell a kitevőt, 1-2-et meg 1-et, 3-2-et, és ezzel az új kitevővel kell osztani, plusz c. Hát ezt azért hozzuk már egy kicsit egyszerűbb alakra, jó? Tehát ugye 1-2-ed, de hogyha 2-vel szorozzuk itt a nevezőt, akkor ugye jól láthatom, 3-2-2 az 1/3 lesz, tehát ezt így 1/3 u a 3-2-en plusz c alakba írom föl, azaz 1/3, és akkor ugye az u helyére visszaférjük, b nézze plusz 1, tehát ez van a 3-2-en plusz c, tehát határozatlan integrál megvan, ugye a határozott integrált választunk, ami kell a Newton-Leibniz formulához, az az lesz, hogy a c elhagyásával kapott függvény, tehát a c nullának választom, 1/3 p négyzet plusz 1 a 3/2-en, ugye, és ezt fogjuk kiértékelni, alsó határhelyén a mínusz 1, felső határhelyén az 1, nyilván csak egy betű van, úgyhogy persze a P betű helyére fogjuk ezt visszaírni. Tehát, hogyha a P betű helyére az egyet helyettesítve 1/3, ugye itt van 1 a négyzetem, meg 1, hát az 2 a 3/2-en, ebből kivonom. Alsó határhelyén fölvett, tehát ugye ez a mínusz 1 helyen fölvett értéket, az 1/3-szor. Mínusz 1 a négyzeten az 1, 1 meg 1 az 2. Persze a 3/2-en van, tehát ugyanez a két kifejezés ki kell vonni, azaz ez a határozott integrál nulla lesz.